hanem nekem azt tanították, hogy ki kell őket vinni a komfortzónából. Aztán majd otthon lesz rá idejük, feldolgozzák. Oké, nem biztos. Azt tanuljuk, hogy tudunk jól bánni egymással és önmagunkkal. Tanuljuk ezt fiataloktól és az őket támogató szakemberektől. Olyan vendégekkel beszélgetünk, akik inspirálnak a fejlődésre és mások életéhez való hozzájárulásra. Ez a Forrás, az Élmény Akadémia podcastja. Én Bárna Járpád vagyok, a podcast házigazdája. Ebben az epizódban, beszélgetésünk második felében Geri mesél arról, hogy miben más, ami Szlovákiában csinál, a hongkongi tapasztalataikhoz képest, a rövidtávú programok és a hosszú távú folyamatok közötti különbségről is sokat mesél, arról, hogy hogyan lehet elérni akár iskolai kezdetek között is egy ilyen nagy kívánsos programba való bevonódását a fiataloknak, és beszélünk arról, hogy milyen kihívásokat teremt az ember jelenléte a természetben. Azt gondolom, hogy tanulságos lehet akkor is, hogyha expedíciókat tervezel, és akkor is, hogyha iskolai körülmények között szeretne valaki bevezetni nagyobb bevonódást igénylő önkéntes programokat. Mesélsz arról, hogy ha nem csak fölkészítésről gondolkodunk, amikor szeretnénk törődni fiatalok fejlődésével, nem csak arról, hogy meglegyen a nem tudom milyen vizsga, az is fontos, akkor mit tanultál erről, hogy milyen egy jó tanulás? Ugye, amiért én ezen az úton indultam el, vagy ami engem izgat az úgymond nonformális oktatás területén, az, hogy ez valahol egy ilyen hézagpótló tevékenység. Az, hogy emberekként valahol a teljes személyiségünk fejlődik, és hogyha ez valahol elmegy ilyen extrémbe, hogy csak a teljesítmény fókusz, csak a célok kitűzése és a tanulás és a kemény munka van előttünk, és csak a úgymond siker, ami hajt, akkor az valahol elvesz. Tehát, hogy ez így elmozdítja ezt az egyensúlyt. És szerintem nagyon fontos az, hogy az egész ember úgymond holisztikusan fejlődjön, és hogy azokat a szükségleteket, amik a formális iskolarendszerben nem kerülnek előtérbe, hogy ezt valahol máshol próbáljuk pótolni, egy produktív formában. És amit fontosnak tartok az ilyen programok során, ezért a tapasztalati tanulás, vagy az élménypedagógia szerintem nagyon-nagyon hatékony módszerek arra, hogy olyan aspektusaival dolgozzunk az emberi létezésnek, vagy az életnek, amik máshol nem kerülnek az előtérbe. Legyen ez egyéni megélés, érzelmek, vagy megosztás, másokkal való kapcsolódás. Persze, igen, ezek működnek a hétköznapokban is, és az emberi kapcsolatokban is, de ezeknek egy olyan formát és struktúrát kialakítani, ahol például egy konfliktus konstruktív formában kerül megoldásra, ahol megtanuljuk megnevezni az érzéseinket azáltal, hogy valamit megértünk, ami erős volt. Hogy ez nagyon újra használható és alkalmazható más helyzetekben. De hogy ennek nagyon sok értelmét láttam, és pontosan ezért foglalkozok ezzel, mert azáltal, hogy olyan helyzeteket tudunk kialakítani a résztvevők számára, ahol ők ezeket megtapasztalják és megpróbálják megnevezni, azáltal, hogy ezt ott egyszer végigvitték és megnevezték és meglátták, úgymond objektívan rá tudtak nézni arra a tapasztalásra, megélésre. Ez a folyamat, ez alkalmazható más helyzetekben is. Az egy izgi dolog egyébként, amit mondasz, hogy egyszerre fejlődök abba, hogy felelősséget vállalok meg, hogy tudatosítok dolgokat, esetleg ilyen dolgot is, hogy köveket dobálni vízbe jó. Tehát, hogy nekem ez fontos, és ez nem egy... Játszani kell. És ez nem egy nagy kihívás. De nem egy tervezett nagy kihívás volt. Nekem is, ha programtervet írnék, és bele lenne írva, hogy a tengerpartján köveket dobálunk a vízbe, akkor azt gondolnám, hogy jó, ez az ilyen lazulós idő, és lehet, hogy ez egyik legfontosabb pontja egy programnak, mert tanulok valami újat a világban való létezésről, meg a közösségbe való létezésről, és az jutott erről eszembe, hogy mondjuk ezt, hogy teljesítmény, talán segít ezt így, amit meséltél, betenni egy más kontextusba, hogyha embereket stressz helyzetbe hozunk, akár olyan stresszbe, hogy valamitől rettegek, félek, hogy büntetésért félek, hogy nem sikerül, vagy pozitív stressz, valami nagyon-nagyon izgalmas, és el kell érjem, és fú, tudom, hogy jó vagyok, de meg fogom csinálni, és akkor állandóan teljesítés helyzetben vagyok, egy stressz helyzetben van az agyam, és kellenek azok az idők, amikor nem ez van, hanem töltődök, kapcsolódok, tudom elengedni ezt a fajta stresszes állapotot, és a játék, meg a közös ilyen felfedezős idők, vagy az unalom az egy tipikusan ilyen idő lehet. Ezt elég jó átvinni a családba is, mert vannak azok a
nem is tudom, szombat délelőttük, amikor igazából nem nagyon történik semmi, és az ugyanannyira fontos része a hétnek, mint amikor mindenki úgymond termel, és ezek nagyon értékes, lassú idők is lehetnek, ezek az expedíciók, és ilyenre is taníthat, hogy megkóstolom ezt, hogy csak jó ücsörögni és nézni mondjuk a vizet, vagy lassan evezni, hallgatni madarakat, tűznél ülni. És erre egyre inkább, egyre nagyobb szükség van. Bocs, erre csak szeretnék gyorsan megosztani valamit. Nagyon gyakran használjuk ezt a komfortzóna metaforát. Akkor tanulunk, ha kikerülünk a komfortzónánkból, ha új helyzetekkel kerülünk. Igen, akkor tudunk nagyon sok mindent megtapasztalni, de én egyre inkább azt látom, hogy a valódi tanulás akkor történik, amikor visszajövünk a komfortzónánkba. Mit elhagytuk, megtapasztalunk, igen, de hogy visszajövünk, meg tudunk nyugodni, és fel tudjuk dolgozni. Egy olyan helyzetben, ahol rálátunk arra, hogy mi is történt valójában, és hogy az igazi erős vagy mély tanulás gyakran sokkal megfogalmazottabbá válik, akkor, ha vissza tudunk jönni. És más tudatállapotban is vagyok. Ez az a visszalassulás, amiről te beszélsz. Abszolút. És hogy ez szerintem ez egyre fontosabb, és egyre gyakrabban tudatosan próbálom ezeket beledugni azokba a programokba, amiket tervezek, mert nekem azt tanították, hogy ki kell őket vinni a komfortzónából. Aztán majd otthon lesz rá idejük, feldolgozzák. Oké, nem biztos. Ide akartam kanyarodni, hogy mekkora kihívás ez a lassulás, vagy mit tudsz segíteni abban, hogy egy elképzelt résztvevő fejével gondolkodva, pörgők, van a suli, járok, nem tudom milyen olyan órára, állandóan online vagyok, cseten megy a kommunikáció, ez egy sztereotíp kép, de mégis állandóan a telefonom is pinget engem, és mindig kapcsolatban vagyok valamivel, és egyszer csak azt mondják, hogy most akkor evezünk a tengeren, és az ilyen lassú. Ha jól tippelem, akkor a mobiltelefonnal nem állandóan vannak kapcsolatban, hanem azt nem tudom, ott hagyják a szálláshelyet? Hongkongban konkrétan ott kellett hagyni a telefon, nem vihették magukkal. Tehát hirtelen 8 nap digitális detox. Hogy ezzel hogy voltatok, ezt, mi segítette ezt csinálni? Mert ez nagy kihívás lehet. Egyszerűen ez a testünk kiterjesztett része a telefon valamennyire, és hogy egyszer csak azt mondod valakinek, akinek a társas élete van ott, egy csomó információja van ott, azzal fotóz, naptáram már a fejemben nincs, hanem megkérdezel valamit, akkor meg kell nézzem. Szóval ez egy hirtelen levágás, főleg kamasz csoportnál aztán még nehezebb lehet talán ez egy feltételezés. Hogy csináltok azt, hogy ezt tudják csinálni? Másrészt meg milyen hatását látod ennek? Attól függ, hol. Tehát, hogy Hongkongban ez úgy működött, hogy ez része a programnak, és eleve úgy voltak informálva a résztvevők, hogy ez lesz, jöttök, leadjátok a telefont. Mivel megint csak ott ez a kulturális különbség, hogy ott ezt inkább lehet, és a résztvevők azt mondják, oké, ez a szabály, akkor követem a szabályt. Itthon például, amikor a csoportokkal dolgozom, ezt megpróbáljuk behozni a csoportba, és megbeszélni, kinyitni, hogy oké. Tehát, hogy úgy lesz egy ilyen expedíciónak, vagy egy többnapos túrának nagyobb hatása, és úgy tudsz bele többet elvinni, vagy többet tanulni, ha megegyezünk, hogy nem lesz telefon. Illetve ez a mi ajánlásunk, ezt szeretnénk, de hogy ez egy közös döntés kell, hogy legyen. És akkor ezt megbeszéljük a csoporttal, a csoport hoz egy közös döntést, vagy fölállít szabályokat, hogy is legyen ez a telefon használattal, vagy megegyezünk abban, hogy elvisszük, de ki lesz kapcsolva, és amikor van szabadidő, akkor be lehet kapcsolni, és akkor lehet használni, vagy nem is visszük el, vagy elvisszük, végig ki lesz kapcsolva, de ha valamiért nagyon fontos és nagyon szükség van rá, akkor külön engedéllyel lehet használni. De hogy ez így a csoport hozza meg ezeket a döntéseket. Ezt így most a suliban, ahol dolgozom, a Leaf Academy-nél, például ezt így oldottuk meg. És ez működik sokkal inkább. És ez is kialakít egy tök jó csoport dinamikai folyamatot, hogy oké, most van az a része a csapatnak, akik úgy gondolják, hogy ne vigyünk telefont, akkor vannak azok, hogy de igen, mindenképp. És hogy akkor találjunk egy közös nevezőt, de hogy ennek egy közös nevezőnek kell lenni, kell, hogy legyen egy mindenkire érvényes megegyezés. És ez például tök jó folyamat már. És mit tapasztalsz, hogy vagyunk most így emberek ezzel a telefon félrerakással? Szerintem így ez a COVID-pandémia során egyre inkább kezdett ez az igény a digitális detox iránt növekedni. Én nem tudom, én úgy látom. A home office, meg online találkozások, meg órák. Ez így kicsit kihangsúlyozta a valós emberi kapcsolatokra való igényt. És hatást? Mit tapasztaltál mondjuk 8 nap tengeren, telefon nélkül? Az a feltételezésem, hogy volt valami hatása ennek? Csomószor volt az, hogy jelen lenni. És ezt így a részvők is meg tudták gyakran nevezni, hogy nem hiányzik
hogy itt tudok lenni a többiekkel, és oda tudok rájuk figyelni. Szerintem ez fontos néha megélni ezt is. Tudod, ilyen flow. Csak itt, csak most. Nekem ez a flow is kapcsolódik, meg nem tudom, az ilyen tudatos jelenlét, vagy mindfulness gyakorlatok is csinálják ezt, csak ez valahogy a természetben egy kicsit könnyebb, mert ott nagyon úgy kikerülünk a megszokottból. Leegyszerűsödnek a dolgok kint a természetben, és ezért is segít abban, hogy rálássunk más dolgokra. Rálássunk az életünkre, úgymond a nagy sürgésforgás, ami az életünkre jellemző, az, hogy folyamatosan valami történik, és hogyha kicsit lelassulunk, meg egy kicsit félretesszük azt a telefont, vagy azt, ami összekapcsol azzal a világgal, akkor így rálátunk egy picit jobban, és meg tudunk nevezni dolgokat másképp. Meg mondtad azt, hogy máshogy vagyunk jelen, nincsenek szűrők, vagy ilyen szerepek annyira. Az jutott eszembe erről, hogy hallgattam egy podcastot, meg így olvastam is a témában, ugye az Élmény Akadémia kapcsán, hogy expedíció, ki mire használja, hogy visznek el NASA űrhajósokat is, például NOAA expedíciókra. Ja, hát azért, hogyha föl akarsz készíteni egy csapat embert arra, hogy más országból jöttek, és nekik most a bolygón kívül keringve egy elég a legveszélyesebb környezetben, ami elképzelhető körülbelül, ott nekik együtt kell működni, akkor valahogy ezt el kéne kezdeni gyakorolni, de nem egy szimulátorban, hanem nagyon jót tesz nekik, ha kimennek, és ott azért elég erőteljes vadon helyzetben vannak, mondjuk téli expedíció hosszabban. Ami az egésznek a tanulsága az az, nekem, amit így nagyon hangosan mondott ez, hogy sokszor úgy állunk hétköznapi helyzetben ahhoz, hogy bizalom meg együttműködés, hogy hát én akkor bízok benned, de akkor leszek sebezhető, akkor mutatom magam, akkor vagyok ott veled igazán jelen, hogyha előbb mutattad azt, hogy én bízhatok benned. Ha nem bízhatok benned, akkor én nem mutatom magam. És ezek az expedíciók meg pont azt mondják, hogy fokozatosabb a dolog, és valamikor fordítva történik a dolog. Megtapasztalom azt, hogy én ki vagyok szolgáltatva, ugyanúgy, ahogy te. Mind a ketten például fázunk. Sebezhető vagyok, éhes vagyok. És ezt nekem mutatnom kell, mert ott vagyunk ebbe a helyzetbe, és ilyen kis sebezhetőség vállalásokkal épül az a bizalom, mert éhes voltam, és a Geri adott egy szendvicset. Vagy legalább megkérdezte, hogy mi van velem, vagy észrevette, hogy lelassulok. Tehát a sebezhetőségem vállalása segít abba, hogy merjek bízni ma másikban is. Ez jutott eszembe, hogy ez egy nagyon-nagyon erős személyes tanulás tud lenni, ugyanúgy, mint az a lassulós történet is, és ehhez jó a vadon. És te meg azt mondod, hogy na jó, ezt csinálod formális közegbe, oktatási közegbe, suliba, valamit csinálsz. Most a Leaf Academy-nél. Ott mit csinálsz? Hogy passzintod össze ezt a kettőt? Még egy kicsit csak reagálnék arra, amit mondtál a sebezhetőség kapcsán, és igen. Ez szerintem egy hihetetlenül fontos, főleg úgy, ahogy mondtad a bizalomépítés során. Egyébként, aki nem ismeri Brené Brown nevét, nagyon-nagyon ajánlom, főleg oktatók vagy akik neveléssel foglalkoznak is, de gyakorlatilag bárkinek. Nagyon-nagyon inspiratív, és pont erről beszél, hogy a sebezhetőség mennyire fontos az emberi kapcsolatokban és a bizalom kialakításában. Vadon ezért szerintem egy olyan természetes és nem erőltetett módon alakít ki olyan helyzeteket, ahol ez megnyilvánul. És ezért tartom az outdoor élménypedagógiát egy nagyon hatékony eszköznek. Azt értem, hogy ha Hongkongban vihetek embereket tengeri kajak expedícióra, annak jó hatása van. Legtöbb ember azért nem Hongkongban visz tengeri expedícióra fiatalokat, és te a Leaf Academy-nél iskolai keretek közt is csinálsz valamit. Uh-huh. Mesélj már erről egy kicsit, hogy ott mit lehet, mi fér bele. Amint most dolgozom, vagy amint most dolgoztam, az azért volt izgalmas számomra, hogy oké, expedíció, úgy, ahogy mondtad, igen, kint erdőbe kivinni csoportokat és ott dolgozni velük. Az egyik dolog, ami engem először is nagyon érdekelt, hogy lehet hosszú távon dolgozni csoportokkal, ami nem egy 5-8 napos program, hanem mondjuk egy egyéves, két éves, négy éves folyamat. Szerintem a hosszú távú kapcsolat az, ami nagyon gyakran nagyon erősen meghatározó lehet szintén. És erre mondjuk így az iskolarendszerben ez egy fantasztikus lehetőség. A Leaf Academy-nek az egyik alappillére az a személyiségfejlesztés, vagy ahogy ők nevezik, jellemfejlesztés. Character education, character development. És mivel hogy ez egy új iskola, ezt így ki kellett dolgozni. Hogy még nem volt egy kialakult tanterv,
vagy egy módszertan, amivel ezt jól tudták volna csinálni, és tehát ez volt a kihívás benne, hogy ezt megpróbáljuk valamilyen módon formába önteni, és olyan szakembereket kerestek, akiknek hasonló, főleg élménypedagógiával kapcsolatos hátterük van, és ezt próbáltuk valahogy átformálni, és kísérletezni azzal, hogy mi is, ami működik mondjuk egy osztályteremben. A fő különbséget ott láttam, és ott érzékeltem, hogy ha kiviszünk egy csoportot valahova a természetben, már maga ez a közegváltás nagyon sokban tud segíteni. Viszont bent az osztályteremben, amikor az van, hogy egy matek és egy angol óra között, vagy legyen bármilyen más tantár, de hogyha most ott van egy ilyen másfél órás óra, akkor ott nagyon nehéz olyan helyzetek, vagy olyan mélységekbe eljutni, ami például nagyon természetesen egy expedíció során előjöhet egy olyan beszélgetés, ami spontán előkerül, és több konstruktív lehet. Most ezt egy óra során, ezt hogy alakított ki úgy, főleg akkor, ha van egyfajta sztereotípia a formális oktatásban, mondjuk így a diákok. Van egy gondolkodásmód, azért jöttem ide, hogy tanuljak, most itt ezt meg kell tanulnom, vizsgáznom kell belőle, különböző teszteket írunk, feleltetés, és a többi. És akkor most hirtelen jön egy valaki, aki azt mondja, hogy na jó, akkor csoportbeszélgetés, meg játszunk, dobálunk labdákat, meg mit tudom. Ez elég sokáig eltartott kialakítani ennek a kultúráját, hogy ez más. Például nagyon tudatosan próbáltuk megfogalmazni azt, hogy mi nem tanárok vagyunk. Én nem vagyok tanár. Nagyon tisztelem a tanárok munkáját, és amióta egy iskolában dolgozom, még inkább, mint az előtt, mert szerintem hihetetlenül nehéz szakma. De hogy az, amit mi próbáltunk kialakítani az osztályteremben, az nem egy akadémiai tudás. És mondjuk az például elvárás, hogy ezt valamilyen módon, hogy értékeljük a diákok munkáját. És mondom ez komoly, és ez hogy... De ez volt a kihívás. Először azt mondtam, hogy ez nem lehet értékelni. De hova tovább egyre inkább jutok el olyan gondolatokhoz, hogy de lehet, de másképp, és nagyon másképp. És nem értékelni, mint tanár, tehát úgymond autoritás pozícióból értékelem a diák teljesítményét, hanem a diák reflektálhat azokra a kompetenciákra, vagy tanulásra, amit megfogalmaz saját magán. És például, hogyha a program úgy van kialakítva, hogy különböző kompetenciák mentén, akkor erre vissza tud reflektálni a diák, és kiértékelni, hogy oké, ezen a területemből mit is tanultam, és hogy fejlődtem, onnan hova. Tehát ilyen önértékelő eszközökkel, és azt hiszem, hogy ez egy működőképes dolog lehet. Tehát, hogy tudatosan próbáltuk másképp megnevezni a mi szerepünket. Nem tanár vagyok, hanem facilitátor. Hogy fogadták? Mi segítette ennek a jelentését kialakítani? Konzisztens ismételgetés. De hogy erről sokat beszélgettünk, rendszeresen leültünk, hogy oké, most mi is az, amit mit csinálunk, meg mi a cél, meg miért így, és hogy ebből mit lehet elvinni, meg mit lehet tanulni, hogy ez nem csoportterápia, hanem, és én nem autoritás vagyok, nem tudom én, hogy éljed az életedet, gőzöm sincs. Nem tudom, hogy kell bizonyos konfliktusokat megoldani, de hogy amit én tudok ajánlani, az, hogy egy olyan folyamatokban veszünk közösen részt, amire majd reflektálunk, és közösen keresünk válaszokat. Ez eltartott egy ideig, amíg a diákok erre így ráhangolódtak, megértették, és ennek kialakult egy kultúrája, és úgy érzem, hogy most már ezen jó úton haladunk, és hogy ez most már eléggé konzisztensé vált olyan szinten, hogy ez már öröklődik ez a kultúra, és már az újabb diákok is értik, hogy aha, ez kicsit más óra. Mennyi idő volt? Egy másfél év, amíg egy generáció... Amíg lenyomtunk egy egész évet, meg persze az is nagyon sokat segített, hogy minél struktúráltabb, és minél tisztábban láttuk, hogy mi legyen a tartalom, és mi legyen a folyamat ennek egy 4 éves programnak. Most értünk el, 3 év után értünk el arra a pontra, amikor azt tudjuk mondani, hogy van egy kész tantervünk. És a tanterv alatt nem azt értem, hogy tananyag, hanem témák, folyamatok, milyen szekvenciában épülnek egymásra, és hogy vezetnek ezek valahonnan valahová. Van heti 1 óránk, illetve heti egyszer másfél óra egy csoporttal, ami nem túl sok, de emellett még megpróbáltunk beleépíteni különböző szintén ilyen expedíciós vagy outdoor programokat, mondjuk egy csoportnak egy évben egyszer egy ilyen 4-5 napos folyamatot, ami része. Az egy tábor akkor nekik? Ezt szintén úgy próbáljuk kommunikálni, hogy ez része. Ez teljesen része a személyiségfejlesztő programnak. És részt is vesznek? Tehát, hogy ez így eladható? Hogy ez egy olyan óra, aminek a része az, hogy 4-5 napra elmegyünk együtt? Igen. Persze van egy-két diák mindig, aki megpróbál ebből valahogy kicsúszni, de
a részvétel úgymond kötelező. Uh-huh. Igen, ez is egyébként egy eléggé komoly eleme annak, hogy miért és hogy más ez teljesen a formális oktatásban, mert nagyon gyakran egy projekt keretén belül, hogyha egy képzést tartunk, ami nem egy iskolárendszeren belül működik, akkor a részvők nagyon gyakran önkéntesen jönnek, és teljesen más a motivációjuk. Azért jönnek, mert ott akarnak lenni, és tanulni akarnak. Mondjuk, hogyha ez most egy kötelezővé van téve egy iskolárendszeren belül, akkor ott nagyon másképp kell hozzányúlni, és másképp kell dolgozni azokkal a diákokkal. Nagyon fontos az, hogy egy olyan kapcsolatot alakítsunk ki, hogy bízzanak abban, hogy ebből én tanulhatok, hogy nekem ez elvileg jó lehet, még akkor is, hogyha nagyon nincs kedven kimenni és megázni, meg hátizsákot cipelni, és úgymond szenvedni. És hogy csináljátok? Szerintem ide is a kultúra kialakítása az, ami nagyon fontos egy iskolán belül. Hogy azt hallják a barátaiktól, az évfolyamtársaiktól, vagy az idősebb diákoktól, hogy ez milyen marha jó volt. Főleg kamaszok esetében ez az, ami nagyon sokat segít. Mm-hmm. Hogyha olyan élményeket tudunk, és egy olyan tanulási élményeket tudunk nyújtani számukra, amiből tényleg azt látják, hogy ez értékes. És hogyha ezt átadják a többieknek, akkor ennek kialakul az a kultúrája, hogy ez jó, hogy ennek én szeretnék részese lenni, és azért is jövök, mert itt ilyen van. Köszi, hogy ezt mondod, mert szerintem sokan vannak úgy, vagy elég gyakran előállt az a helyzet, hogy valaki egy iskolában, akár tanárként, akár szakkörtartóként próbál valami kevésbé tanulói jellegű foglalkozást tartani rendszeresen, és én találkoztam már azzal, hogy van olyan külső vagy belső elvárás, hogy ennek nagyon gyorsan kell termőre fordulni, vagy látszani az eredményeknek, és már két hét után, na, mi van már, és hogy ennek kell idő. Volt olyan szerencsém, hogy eléggé szabad kezet kaptam, ahhoz, hogy ezt úgy alakítsuk ki, ahogy mi szeretnénk, és először azzal próbálkoztunk, hogy önkéntes alapon. Van egy ilyen program, aki szeretne ebben részt venni, az jöhet. Volt egy pár jelentkező, akik jöttek, és ez tök jó volt, kint téli expedíció, bivakolás, sátor nélkül, kint alszunk mínusz 12-ben, ez volt az egyik első ilyen program, és jöttek, és visszatérve mindenkinek azt mesélték, hogy milyen marha jó volt, meg milyen fantasztikus, meg milyen kemény volt, és ez így kezdte motiválni a többieket is. Ha ez ilyen, akkor lehet én. És akkor egyre többen vettek részt, miután ennek kialakult egy ilyen pozitív hagyománya, akkor aztán be tudtuk vezetni a úgymond kötelezően a tantervbe is. Viszont ennek van egy fölkészítési folyamata, amikor azokon az órákon, tehát egy 2-3 héttel, sőt, néha még egy hónappal a program előtt már elkezdjük közösen tervezni, fölkészíteni, átvenni, hogy mi is fog történni, milyen útvonal, mit kell vinni, hogy kell pakolni, mit várhattok, mit tanulhatunk ebből, hogy fejlődhettek ebből, és a többi, és a többi. És akkor ennek van egy ilyen fölkészítése, és erre ráhangolódunk közösen. Ha ezt most így összehasonlítanám azzal, ami Hongkongban történt, akkor ez sokkal lassúbb, sokkal fokozatosabb, szerintem sokkal hatékonyabb, mint az, amikor megjön a csoport, bum, vidd be őket a vízbe, kajak, elvesz ki, sok terápia. Arra emlékeztetsz még, hogy talán ilyen tanulságok és saját működésünkből is itt az Élmény Akadémiánál, hogy mondtad azt, hogy ha azt látják fiatalok, hogy ó, a többiek elmentek, és valami vagány dolog volt, vagy valami izgi dolog volt, és hogy abból tanulás lett, vagy segít fejlődni, vagy jobban megtapasztalni azt, hogy mennyivel több van bennem, mint gondolnám, akkor ez nagyon vonzó tud lenni. És akkor ebben nekem olyan nagyon hangos az, hogy történik valami nagy dolog mondjuk, vagy nehéz dolog, vagy kihívás, vagy rendkívüli, nem a hétköznap, és mégis a fókusz a résztvevőn van. Azon, hogy te mit fedezel fel magadba, és hogy kíváncsiak vagyunk rád. Tehát nem az van, hogy kirúgtustunk a komfortzónádból, szenvedtél, és akkor már biztos, hogy ez neked jó. Nem, hanem pont az van, hogy próbáld ki magad új helyzetekben is, és nagyon izgalmas, hogy te mit fedezel föl magadban. Közben mellesleg egyébként meg olyan fura dolog lesz az, hogy van egy csomó nehéz dolog, amit csinálunk, és az, hogy nehéz, az önmagában nem jelent az, hogy rossz. Egyáltalán nem. Ebben ilyen tapasztalataid, vagy amit felfedeztél itt ebben, ahogy én fantáziálom, elég jó módban élő fiatalok vannak. Nem csak. A diákjaink 98%-a elég komoly ösztöndíjat kap. Tehát, hogy ez egy olyan iskola, ahol a támogatók azt a célt tűzték ki, hogy ez egy nem profit orientált, vagy nem egy profit célú iskola. Ugyan eléggé válogatott diákok kerülnek be, de teljesítmény alapján nem az alapján, hogy ki mennyit tud
fizetni. Illetve az alapján, de az alapján kapják az ösztöndíjat. De akkor ezt én belefantáziáltam. Kimondottan tehetséges diákokat keresünk fel, és megpróbálunk olyan lehetőséget kialakítani számukra, ami által fejlődhetnek. Attól teljes mértékben függetlenül, hogy ki tudják kifizetni a tandíjat, vagy sem. Akkor mi segít abban, hogy nekem megvan saját diákként, tehetséges diák vagyok, megvan a saját területem, ahol tudom, hogy jó vagyok. És akkor egyszer csak azt mondja Geri, hogy menjünk és csináljunk valami új, furcsa nehezet. Uh-huh. És tapasztaltok arra, hogy mi segít kipróbálni magam egy új területen, ahol azért megvan a veszélye annak, úgymond pszichés veszélye, hogy és kiderül, hogy ebben nem vagyok olyan jó. Kockáztatom azt, hogy mutatom magam is, és elsőre nem lesz olyan könnyű. Szóval hogy segítitek azt, hogy merjenek próbálkozni? Akár ilyen nem olyan egyértelműen iskolai folyamatokban, például merni megszólalni, ott lenni, vagy akár kimenni a természetbe? Nem tudom, hogy ez mennyire válaszolja majd meg a kérdésed, de amit én látok hihetetlenül nagyon fontosnak, az a kapcsolat. Az egy bizalmi kapcsolat a diák és a facilitátor között, mégpedig azért, hogy nem úgy igyekszünk megfogalmazni ezt, hogy azért menjél, mert én mondtam, meg mert neked ez jó lesz, hanem azért megyünk, mert közösen megpróbálunk valamit felfedezni. És közösen megpróbáljuk ezt megélni, és ebből tanulni. És ennek ugyanúgy fontos az, hogy ezekről már előzőleg beszélgetünk olyan, nem csak ezek a majd a jövőbeli expedíció, hanem arról, hogy mi az megélni azt, hogyha nekem valami nem sikerül. Például, hogy tudom megnevezni azokat az érzéseket, amik ezzel, vagy mi az megfelelni különböző elvárásoknak. Legyen az a saját elvárásom önmagamtól, vagy a családom elvárása tőlem, vagy az iskolarendszer elvárása tőlem, vagy annak megfelelni csak, hogy ez egy elit iskola, ahol majd a jövő közép-európai vezetőit próbáljuk. Milyen egy nehéz és batyú, aminek, hogyha én ezt úgy látom, hogy nekem ehhez köteles vagyok felnőni, akkor ez nem biztos, hogy nekem ez annyira mindig egészséges, és hogy ennek vannak egy hátránya is. Hogyha ezt előzőleg már kicsit megpróbáltuk feldolgozni, meg dolgozni ezekkel a témákkal, hogy nehézség, meg megfelelés, meg sikerélmény, vagy épp kudarcélmény, akkor ezek segítik azt a fajta előkészülést, sebezhetőség, egy elég jó olyan téma, amivel szintén foglalkozunk elég sokat. Tehát, hogy ez a fajta bizalmi kapcsolat és rendszer a csoporton belül is, de az oktatóval is segíti azt a fajta nyitottságot és bevonódást abban, hogy pozitívan álljanak hozzá egy ilyen kihíváshoz. Hú, hát még van egy kérdésre időd azért? Persze. Éljük ezt az urbánus életet a világnak azért mégiscsak a tehetősebb felén egyébként, és nagyon-nagyon körbevesz minket a civilizáció, az a modern világ, és aztán találkozunk valakivel, aki többet tapasztal, tudatosabban használja azt, hogy amit hagyományosan természetnek hívunk, ahol több a fa, több a madár, ahol jobban magunk vagyunk, akkor te mit mondanál, hogy mi a legmerészebb, legjobb reményed azzal kapcsolatban, hogy emberek és természet? És ezt én nyitva is hagynám, hogy érts ez alatt bármit, ami neked fontos. Ez egy nagyon jó kérdés. Legegyszerűbben ezt talán úgy tudom megfogalmazni, hogy a tisztelet és elfogadása annak, hogy nem a természet van értünk, hanem mi ugyanúgy részese vagyunk a természetnek. Nem tudunk egymás nélkül létezni, tehát ha minél jobban használjuk ki a saját létfenntartásunk érdekében, akkor vissza is kell adni a természetbe. Az, hogy nagyon szomorú volt látni, és fájdalmas volt látni, amikor még Dél-Kelet-Ázsiában éltünk, és tudtunk kicsit utazni, hogy például Kambodzsában az utóbbi 10 év alatt az őserdők 70%-a teljesen eltűnt, de hogy kopár. És ami helyette van, azok gumifaj ültetvények, tehát egy kaucsuk ültetvények, és például mangó, vagy kesú, vagy ilyen hasonló. És azok az emberek, akik ott voltak, és ott éltek, például ilyen törzsi szinten, teljesen elveszítették a kultúrájukat, azokat az életformákat, amiben ők működtek évtizedek, évszázadokon keresztül. És te értelmét vesztette az egész. És az, hogy a fejlődésnek van egy ára, de mondjuk aminek örülök, hogy tehát ami bizakodással tölt el, az, hogy erről egyre többet beszélünk arról, hogy a természetet védeni is kell, és tehát, hogy egyre több olyan téma fölmerül, hogy ott tudunk például a kertészkedés terén úgy meglátni a földet, vagy a termelési folyamatot úgymond, hogy ne
ne csak az van, hogy mi veszünk belőle, hanem hogy tudunk visszaadni, és hogy kialakítani egy olyan kultúrát, mondjuk egy kerten belül csak, hogy az hosszú távú módon fönntarthatóvá váljon. Tehát ne csak az legyen, hogy én most ezt kitermeltem, ezt elveszem, ez az enyém, és azt várom majd a földtől, vagy a földterülettől, hogy adjon. Tehát, hogy olyan terményeket ültessek például, ami segíti a regenerációját a kertnek. És most ez csak egy nagyon kis léptékű dolog, de hogy például a klímaváltozás az egyre hangosabb téma, és egyre fontosabb téma, és egyre többet beszélünk róla, akár gazdasági szinten is, az, hogy különböző cégek, szervezetek egyre inkább a fenntarthatóságra kezdenek fókuszálni, és ez még nagyon hosszú folyamat lesz szerintem, de az, hogy ez már történik, bízom benne, hogy még időben megtörténik az a változás, hogy ezt meg tudjuk majd élni. A kertünk, mint közeli kicsi természet kis léptékben, és mint állandó tapasztalási lehetősége annak, hogy is vagyok én a világgal, aminek része vagyok, és ja, ez egy rendszer, amiből nem csak kivenni. Hát szerintem ez a gondolkodásmód, és az, hogy szükség lesz majd egy, nem hogy majd, hanem már nagyon nagy szükség van arra, hogy ez a fajta váltás valahol megtörténjen az emberek fejében, a fejünkben, hogy is nézzünk a természetre. A természet van, értünk, vagy hogy vagyunk? Ez egy jó kérdés is. Hú, van olyan kérdés, ami, nem beszéltünk róla, de hogyha már outdoor, akkor csak így megemlíteni is tök fontos lenne. De szerintem egy csomó. Például a Leave No Trace, meg az, hogy vagyunk kint a természetben tudatosan, és hogy nem hagyunk hátra nyomokat. Mondjuk az nagyon, megint visszatérve Hongkonghoz, az egyik legsokkolóbb élmény az volt, amikor nem csak egyszer, hanem egy csomószor olyan partokon kötöttünk ki a tengeri kajakkal, vagy egy olyan szigeten aludtunk, ahol már nem láttad a homokot, mert volt rajta vagy másfél méternyi szemét. És jártál a polisztirén, meg babakocsi, meg nem tudom, mindennek a tetején, a halászháló, műanyag flakon, hűtőszekrény. A tenger most aki, vagy oda raktál? Aha, a tenger most aki. De hogy szó szerint másfél-két méteres réteg szemét a tengerparton, és már nem látod a sziklákat, nem látod a homokot, be egészen az árapály változott, az szépen fokozatosan lerakta ott a csomó szemetet, és nagyon-nagyon durva. Olyan hatással vagyunk a tengerben, illetve a természetre körülöttünk, hogy ez hihetetlen. Uh-huh. De ez még fontosnak tart, ha valamilyen témád, akkor outdoor és természet kapcsán ez határozottan ez. Na jó, a Leave No Trace, az nekem terve volt. Sokan mennek természetbe, és tippek, trükkök, gondolatok, ennek szintjei mindenféle természeti közegben persze mást jelenthet, de hogy mit jelent ez? Mert ez ilyen közszolgálati. Erről rengeteget lehetne, szerintem ez egy külön beszélgetés lehetne. Nagyon-nagyon köszi ezt a beszélgetést, meg hogy megosztottad mindezt, amit gyűjtöttél az évek alatt. Én köszönöm a meghívást. Igazi madárlátta tanulságok, tényleg így messziről, és köszi, meg nagyon jó ezt az emberi hangot hallani, amit az outdoor oktatásba hozol be, erre is nagy szükség van. Kösz szépen, és én köszönöm, Árpi. Folyt köv. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az epizódját a podcastnak. Ha hasznosnak, inspirálónak találod a munkánkat, kövess minket a leírásban található linkeken. Ha támogatni szeretnéd a munkánkat, segíthetsz a visszajelzéseddel, azzal, ha ajánlasz minket másoknak, és adománnyal is segítheted a működésünket. Civil szervezetként bármilyen támogatásért hálásak vagyunk. Vigyázz magadra, jó utat, várunk vissza legközelebb.